A Zala megyei első osztályú labdarúgó bajnokság záró fordulójában hazai környezetben lépett pályára Hévíz. A Zala lövő együttese ellen arattak győzelmet, megtartva így veretlenségüket a szezonban. A mérkőzést követően átadták az aranyérmeket a csapat tagjainak és a közreműködő segítőknek. Az érem átadáson részt vett Józsi György, a Magyar Labdarúgó Szövetség Zala megyei igazgatója, aki gratulált az eredményhez és szerencsés sorsolást kívánt a csapatnak az NB3-ba kerülésért. Szabó Imre elnök a sportkör nevében, míg Pap Gábor polgármester az egész várost képviselve gratulált a csapatnak, majd végül a jól megérdemelt aranyérmek is a játékosok nyakába kerültek. És akkor a bajnokok, nem az átadás sorrendjében mondom, hanem inkább a számozás szerint. János a Tibor, Józsi Ferenc, Kintő Rákos, Péter Boton, Gyűber Péter, Pőrgyörgyi Ádám, Thank you.
ezek a csodálatos hölgyek, mert a hölgyzetbe is különleges, hogy a csapatkörű hölgyek dolgoznak. Kocsmán Petra, a technikai vezető. És a rendkívül népszerű és színes Szalai Bernadett bőrtornász. Engedjék meg, hogy külön köszöntsön Karakai Andrást, a szerszárost. És azt hiszem, elnök úr, mondjuk, hogy köszöntsek végül egy fiatal ember, aki azt hitte, hogy elfeledkeztem róla, de nem tettem. És ők szeretném külön is egy kicsit reflektorfénybe helyezni, mert nagyon-nagyon tisztelet a méltó, amikor sokszor látom azt, hogy a vendégcsapat játékosai ugyanúgy látják el, mint a saját csapatai. Egy kicsit elfogult vagyok ezzel a fiúval. Engedjék meg, hogy köszöntsem Szisza Robertet. Megkérni Józsi Györgyöt, hogy egy aranyéremmel utalmazza meg az elnökünket, Szabó Imrét. És nagyon remélem igazgatod, hogy az aranyéremből jut egy Karp Gábor polgármesternek is. És Kepi József alpolgármesternek. Köszönjük, szép volt fiúk! Következik a serleg átadás, talán egy finom zenei kísérettel, aki átadja Józsi György, az Alamegyei Labdarúgó Szövetség igazgatója. Szép volt fiú, hajrá Józsi! A játékosok és a szakmai stáb után a sportkör munkatársainak is köszönetet mondtak egy-egy ajándéktárgy átadásával.